Csiramálé, birac, kött és csiripiszli. Tájaink hagyományos böjti édességének meg annyi elnevezését ismerjük. A búzacsirából készült finomság kóstolóját immár 16. alkalommal szervezték meg Kürtön. Virágvasárnap előtti szombaton megtelt a faluház. Közel 300-an akarták megízlelni és véleményezni a 19 versenyző mintát. A rendezvény népszerűsége 16 esztendeje töretlen, egyre nagyobb a vonzásköre, egyre messzebbről érkeznek versenyzők és látogatók a kőtésfesztre. Lassan kinövi magát a kultúrházból is, mert egyre többen neveznek be. A kőtés egy nagyon tápláló, egészséges böjti étek, melyet nagyanyáink mindig készítettek a böjti időszakban, és ez anyáról leányra száll tovább, és ahogy látjuk itt a rendezvényen, már férfiak is beneveznek a versenybe. A kőtés nagyon sok vitamin tartalmaz, és ezért nagyon fontos a fogyasztása, főleg a téli, nehezebb ételek után. Kicsit kitisztítsuk a szervezetünket a bőtbe. Cukorbetegek is fogyaszthatják, mivel csak természetes cukor van benne. A zsűri 19 mintát kóstolt és értékelt. A házi asszonyok, gazdasszonyok megmutatták, mit tudnak, milyen ügyesek, kiváló kőtéseket, készítményeket tettek le az asztalra. Az idei verseny talán színvonalban, de főleg a kőtések minőségében szárnyalta túl az előző éveket. Igaz, hogy nem volt egy nagyon kimagasló termék, de nem volt alacsonyan értékelt termék se. A kürti cserkészek évek óta rendeznek jótékonysági kőtésvásárt a fesztivál keretében. Idén is nagy munka előzte meg a csiripiszli ünnepét. A fiatalok szüleikkel együtt készítették az eladásra szánt biracsot. Az összegyűjtött pénz, ez főleg a cserkész csapatnak nagy haszon, és hát a jóformán a legnagyobb bevétel, és ebből veszünk sátrakat cserkésztáborokban, különféle programokat szervezünk. Az idei legjobb kőtést az egyetlen férfi ember résztvevő készítette, aki a minőségi alapanyagokra esküszik. A csíra. Tavaly tudjuk például, nagyon nagy szárazság volt. A gabonát hol kell beszerezni? Hát csak is Csallóközbe, lent a Duna mellett, ahol a legjobb termőföldek vannak. Hát onnan szereztem be a alapanyagot, és az a legjobb csíra. Ami azt jelenti, nekem az a csíra 3 nap alatt kicsirázott, hogy le lehetett darálni. A fesztivál nem csak az evésről szólt, már hagyományosan látványos kiállítások és érdekes előadások is számot tartottak a közönség érdeklődésére. A zsűri aranykőtés vándordíját az egyetlen férfi résztvevő, a rétei Tomovics Miroslav, a közönségdíját pedig a hazai Sütő Katalin nyerte el.